tulajdonképpen egy katonai mentőakciónak a története. 2021-ben egyszer csak 24 óra alatt az amerikaiak kivonultak Kabulból és Afganisztánból, létrehoztak egy légüres teret, amiben gyakorlatilag abban a pillanatban a tálibok elkezdték megszállni Kabult és a repteret, és tulajdonképpen egy ilyen megszállt övezetbe kell, hogy megérkezzenek a magyar katonáink, és innen kell gyakorlatilag 10-20 ezer menekült közül megtalálni azt a 300-at, aki az ő listája, a magyarok listáján van. Leász Berényi Gábor és Mészáros Blanka a filmnek a főszereplői. Van egy személyes szál és egy személyes mentési történet, ami pont a főszereplő katonánk. Két évvel korábban megismerkedett egy magyar önkéntes orvosnővel, és az ő személyes kimentésének a története is a filmünk. Takács Eszter helyi tartományi segélyszervezetnek dolgozik, tehát egy osztályt visz Kabulban, és hát az a feladata vagy hivatása, hogy ember és ember között ne tegyen különbséget. Tehát aki bajban van és segíteni kell, azért én ott leszek és életben tartom. Ez a fajta empatikusság, önfeláldozó képesség, ami benne munkálkodik, előbb-utóbb bajba fogja őt sodorni, olyannyira, hogy saját maga nem tudja megoldani azt a helyzetet, és külső segítségre lesz szüksége. Sok férfi között egy nő fel fogja verni egy kicsit a port, hogy mondjam, tehát lesz olyan szempár, akivel össze fog akadni, és lehet, hogy összeakaszkodnak. Zsámbékon vagyunk, Zsámbékon kellett megteremtenünk az afganisztáni magyar tábornak a helyszínét, és ebben a gyönyörű kőbányában találtuk meg a tökéletes helyszínt. Két nappal ezelőtt itt még sehol nem volt semmi. Katonai szakértőként az első feladatom az volt, hogy az alkotók munkáját segítsem, ami azt jelentette, hogy hiteles tanácsokkal láttam el a forgatókönyvírást. Igyekeztünk, és úgy gondolom, hogy maximálisan sikerült katonailag hiteles képet mutatni. Bejártuk azokat a helyszíneket, amelyek katonailag alkalmasak lehetnek a forgatással. Majd később megkezdtem a színészek kiképzését, ahol egy kéthetes elméleti és gyakorlati kiképzésen kellett részt venniük. Ez a produkció, az a Magyar Honvédség kiemelten szakmai támogatást nyújtott. Ezen kívül persze biztosított hozzá statisztát játszó személyi állományt és a legmodernebb high-tech katonai eszközöket, technikákat. Láthatjuk a Leopard harckocsit, Lynx harcjárművet és Gidránt. Szerettük volna reprezentálni és azt a hiteles képet mutatni a hadseregre, azt az erőt, amit most képviselünk, így, hogy a haderőfejlesztés keretében integrálásra kerültek ezen új eszközök. Ez a fajta viszontagság, amit minket körülvesz, helyszínről helyszínre, ez valahogy nyilván segíti ennek az egész kietlenségnek a borzalmait mesélni, meg nyilván színészileg hozzátesz ahhoz, hogy így küzdeni kell az embernek az életben maradásért. De mivel egy professzionális táv vesz körül minket, meg felkészült szakemberek, Dobos Tamás operatőr és rendezőnk Diga Zsombor személyében, ezért biztos kezekben vagyunk, úgyhogy nekünk az a dolgunk, hogy megfelelő szinten hozzuk azt, ami a film javát szolgálja. Ez a történet kiemelten fontos, hogy közvetítsük a társadalom felé, hiszen Magyarország legsikeresebb mentőakciójáról beszélhetünk. Ez az első olyan történet, aminél tényleg azt érzem, hogy van egy olyan hiteles, valós alapja, és egy olyan belső tartalma, ami egy egész filmet ki tud tölteni, és tényleg egyszerre tud egy heroikus, felemelő történet, és ugyanakkor meg mégiscsak a valóságot és az afgánok helyzetét bemutató, nagyon megrázó dráma lenni.